Aparhant a völgység szívében fekszik, a Tolnai Hegyhát és a Mecsek örök randevújának közepette élik az itt lakók mindennapjaikat. Apar nevét Apor kalandozó vezérről nyerte, Hanta tájszótár szerint gyeptéglát, gyeptéglából rakott kunyhót jelent. A mai Apar a régebben lakott település. Aparhant története 1940-ben kezdődik. Akkor lett az Apar és a Hantból két falu. Egy falu, előtte két különböző falu volt, az a Domb válaszszel, ami most már 72 környékén beépült, Rózsadombnak nevezett helység vagy falu résznek neveződött el. Ebből származik a címerünk is. A felső rész a Hanti szimbólumokat is eli, az alsó az apari részt, és a domb az a rózsák közt Rózsadomb. Elméletileg a szőlő búza termesztés volt, kimondottan mindkét helységben, de ezek az Apor az egy lovas nemzetségből, és azért vannak ott az a fegyverek, meg a pálma szerűség. És hát, amikor polgármester lettem, akkor lett az a címer, kitalálva nem volt címerünk. A Rákóczi szabadságharc után megindult a nemesi kiváltságokkal rendelkezők betelepülése. 1722-ben gróf Merci Kolos Florimund francia származású nemes megveszi az Aparinak nevezett birtokot Tolna megyében. A német tartományokból Merci vezetésével megkezdték a betelepítést. Az igen szegény Rajna partról tömegesen indultak útnak az ott lakók. Merci gróf felcserélte Apar és Hant nevét. A névcsere 1742-ben történhetett, amikor tömegesebb volt a német betelepítés. A névcserének az oka és célja az lehetett, hogy Merci Antal egynyelvű, egyvallású és fejlődőképes falukat akart létesíteni, erre a célra pedig a mai Hant egyrészt fekvésénél, másrészt magyar lakosságánál fogva alkalmatlannak tartotta. A nagyobb számú német telepeseket a célnak jobban megfelelő mai Apar területén helyezte el, mivel így a plébánia híveinek nagyobb száma az új faluban lakott, a plébániát is ide helyeztette át. Az 1760-as években mondhatjuk, hogy befejeződött a német betelepítés. A svábság szorgalma lehetővé tette az új eszközök alkalmazását, erdőirtással, mocsárlecsapolással, új földek, szántók váltak művelhetővé, ekkor terjedt el a dohány és a szőlőtermesztés is. A mezőgazdaság az most is nagy mértékben számít a faluba. Van egy 100 hektáros szőlőtelepítés, ami 86-ba települt, hogy látszódik, hogy a paranton a szőlő megtelepült, és ebből tudtak anyagi javakat az emberek. Ebből éltek. Jóbor is készül a paranton? Igen, jóborunk van. Van két pincészetünk, ahol környékbeli kocsmákba a vendéglátóhelyekre szállítanak. Munkanélküliség nem nagy, úgyhogy úgy kell az embereket mindenféle ilyen mezőgazdasági munkára össze vadászni, hogy tudják ezeket az embereket, munkákat végrehajtani. Vejkérről, nagyvejkérről, kisvejkérről járnak a dolgozni még ide mezőgazdaságban, mert akkor a területek vannak, hogy szőlőszüret és mire. A székelyek későbben jöttek, a felvidékig még későbben. Úgyhogy az Aparannak körülbelül 40%-a a székely. Régebb a svábság volt többségben, de a svábokat visszatelepítették, és azok helyére kerültek a székelyekbe. 45-46 környékén települtek be a felvidékiek. Abban azért kevesebb, kisebb arányban. Azoknak az egy része evangélusok voltak, másik fele katolikusok.
A településen a hagyományőrző egyesületek papíron még léteznek, tehát újjáéleszteni van lehetőség a meglévő hagyományőrző csoportokat. A művelődési ház, ha a régi korokat idézi is, tágas színpadával és nézőterével szép szolgálatot tenne egy helyi, akár német, akár székely tánccsoport szó szerinti talpalávalójaként. A kultúrból csak egy ajtó és a kényelmes és felszerelt könyvtárban találjuk magunkat. Az egyik figyelemre méltó, akár turista csalogató helynek is mondhatjuk, a Szent Vendel kápolna, amit talán a 24. órában sikerült megmentenie és helyreállítania a falu vezetésének. A kápolna 1903-ban épült, a névadója Szent Vendel, akit a pásztorok tartanak védőszentjüknek. Az apari kápolna a gyülekezet összefogásából épült egy közösségi legeltető területén. A gyülekezet az október 20-ai Vendel ünnepet a II. Világháború idejéig a kápolnában mise keretében is megtartotta. Nálunk nem nagy a turizmus, egy ilyen vendégház van, oda is inkább vadászok szoktak, mikor jönnek erre fele vadászni, itt a lengyeli erdőhöz kapcsolódunk mi is, és ide szoktak jönni, és itt egy házba szokták elszállásolni őket, úgyhogy maga a vadászat miatt jön egy-kettő. Kicsik vagyunk, és nem rendezkedett be a falu erre a dologra, úgyhogy nincs nagy turizmus. De akkor nem is hiányzik? Nem. Nem. Meg vagyunk, érdekélünk itt a faluban. Iskolánk van, boltunk van, két templomunk, gyógyszertárunk, orvosi rendelünk, úgyhogy húsboltunk, minden adott a faluban ahhoz, hogy ezt a itt életőséget jobbá tegyék. Csönd van, bűnözés nincs, úgyhogy úgy gondolom, hogy élhető falu. A Parhanton az összel top forrásból az óvodát és az önkormányzatot is fel tudják újítani. 60.327.000 forintot nyertünk, ezt a két helységre kell költjük, úgyhogy mindenhol kazáncsere, nyílászáró és a külső szigetelés az egy 15 cm-es külső szigetelés lesz lárakva, úgyhogy sajnos a tetőre nem jutott, de teszért bele, úgyhogy amit adtak, azt elköltjük. Szeptember közepe fele elkezdjük az épületeket, nyílászáró, külső szigetelés. Ez az épület kap egy napelemes, 5 kW-os napelemes áram fejlesztő dolgot, amivel az önkormányzat egy kicsit úgy gondolom tud spórolni, ami nem megy ki a fűtésen, azt tudjuk utána vagy járdára, vagy valami más dolgokra költeni. A Parhant egészén gondos házakkal, tiszta és rendezett udvarokkal találkozunk, kivétel nélkül. A köztereken, utcákon is rend uralkodik, nem csak a portákon belül. Az itteniek inkább visszahúzódóak, a családi életet helyezik előtérbe a nagy közösségi programokkal szemben, így a közös főzések, iszogatások nem jellemzőek a falubeliekre. A lehetőség és a helyszín minden esetre megvan. A Parhant központjában egy csodás élmény és pihenő park csalogatja az embert. Szabadtéri szín, pad, játszótér, kis tavacska, kényelmes padok és asztalok, igazi kikapcsolódást ígérő hely. Mi itt fejezzük be a napot a Parhanton.